A válogatott meccsei miatt két hét szünet volt a másodosztályú labdarúgó bajnokságban, ami jól jött a csapatok számára a hátralévő három őszi forduló előtt. A Nyíregyháza Spartacus a Diósgyőr elleni vesztes keleti rangadó után rendezhette sorait. Huszák Géza vezetőedzőnek novemberre több játékosa is kiesett, így a szakembernek nincs könnyű dolga az őszi hajrá előtt. Próbáltunk egy kicsit feltöltődni, nagyon sok mérkőzésen vagyunk túl. Ugye az utolsó, ugye egy keleti rangadó, ugye a Diósgyőr ellen, ami nagyon fáj, hogy elvesztettük, mert nagyon sok szurkolónk elkísért bennünket. Úgyhogy erőgyűjtésre használtuk, illetve hát nagyon sok sérültünk van, és volt a tartalékcsapatunknak bajnoki mérkőzése. Próbáltuk azokat a játékosokat játékba lendíteni. Gondolok itt a Ramosra, Adamcsekre, Szeretőre, Artnerra, tehát több csősz, tehát több olyan játékosunk van sajnos, akik nagyon-nagyon hosszú sérülésből jöttek vissza, nincsenek játékba. Úgyhogy erre használtuk, illetve volt, akik most menet közben lebetegedtek, hát mindenki tudja, ugye, hogy a Diósgyőr meccsen a Novák nem tudott pályára lépni, a mérkőzés előtti edzésen érezte a lábát, megpróbálta a bemelegítés még ugye ő is. Ugye sérült volt, így egy hetet hagytuk, hogy pihenjen, a Baki is sérült volt, úgyhogy ő is talán már a mai nap be tud szállni az edzésbe. Úgyhogy igazán egy ilyen vegyes történet volt, akik egészségesek voltak, azokkal erőgyűjtöttünk egy kicsit az utolsó három mérkőzésre, akik meg mondom le vannak maradva, azokat próbáltuk szépen lassan hozni fel a utolsó három meccsre. A tabella élén a DVTK áll 37 ponttal megelőzve a 33 pontos PMFC-t. A 21 ponttal 12. Nyíregyháza legközelebb a 24 ponttal 7. Csákvárt fogadja. Csákvár a Puskás Akadémiának a fiók csapata, ráadásul ugye a Kártik Bálint és a Hornyák Marci ott játszanak, kimondott jó futballt játszanak, sok olyan játékügyes játékosuk van, nem véletlenül tartanak ott, ahol tartanak, bárkit képesek megverni. Nehéz mérkőzésre számítok, nem tudjuk, hogy milyen talaj fog fogadni bennünket, ugye most már azért lassan ugye itt a tél, eső, hó, bármi történhet, ami tudja befolyásolni a mérkőzést, de hát nekünk alkalmazkodni kell mindenhez is, meg kell próbálni mindenképpen minél több pontot összeszedni. Ezekből a mérkőzésekből, hát ebből első a Csákvár, most egyelőre csak a Csákvárra koncentrálunk. A Nyíregyháza Spartacus Csákvár mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a Sényői Sporttelepen. A forduló további párosítása a következő: Gyirmót Szeged, Gazincbarcika MTK Budapest, Soroksár Budafok, Siófok Mosonmagyaróvár, PMFC Szentlőrinc, Ajka Dorog, Tiszakécske Békéscsaba, Szombathely Kozármisleny és Eto FC Győr DVTK.